kicsit ez göröngyösebben sikerült. Ugye volt egy május elején egy tervünk, amit egy három versenyes, vagy egy navigátorra, csak sajnos egy családi probléma nekik ezt keresztül húzta. Aztán így a versenynek így az utolsó hónapa, ez egy elég izgalmas a sikeredett. Ugye navigátor nélkül, meg némi euró nélkül, így ezért ez nagy falat volt. De szerencsére azt kell mondani, hogy összeállt. Egy fiatalkori jó barátomnak köszönhetően, plusz a meglévő partnereink is teljes mértékben mellénk álltak, még segítettek is plusz, hogy ez megvalósulhasson. Úgyhogy nagyon boldogok voltunk, hogy el tudtunk indulni. Ezt a csütörtök est is, ugye ezt az egykörforgalmat azért kinőtte a rendezvény. Nagyon sok ember van, ugye már a pályabejárásokon, és nagyon sok lakóautó van, le vannak már ugye pakolva. Szét akarták szedni a tömeget, meg gondolom, mivel 20-dik, azért még egy kicsi pluszt is rá szerettek volna rakni. Úgyhogy egy Time Challenge nevű kis rendezvényt összehoztak így éjszakára. Ez a rész, ez teljesen szimpatikus, legalább ülhetünk a kocsiba, még ennyivel is többet, és igyekszünk kiszolgálni a nézőket, reméljük, hogy a technika is szeretné.
Thank you.
tőgyére sikerült elindulnunk. És ez volt a legnehezebb, ugye utolsó pillanatban is, hogy menet közben változtattunk így a projekten. Aztán így szerencsére az utolsó héten, a nevezés utolsó hetében Herceg Tomi kisbarátom felhívott. Aztán így nagyon szomorú volt, hogy olvasta, hogy Karcsi se jön meg, mi se, és kérdezte, hogy ezt meg tudnánk-e oldani. Mondta, hogy igaz, hogy ő még nem navigál, de hogyha bevállalom így, akkor próbáljuk meg összerakni. Aztán sikerült partnereket is találni, és a mi partnereink is mögénk álltak. Nagyon kínszenvedősen, de utolsó pillanatban becsöppentünk, és szerencsénkre még a szüketét listában is benne maradtunk, úgyhogy boldogok voltunk, meg most is boldogok vagyunk, hogy beértünk a célba. Elég izgalmas lett, nem gondoltuk, hogy nem szokott a kocsi velünk ennyire hisztikrisztizni, de cseréltünk egy motort, ugye bekerült a termosztátunk egy motorépítő kérésére, most játszottunk, egy folyamatosan melegedtünk. Amikor mentünk, próbáltuk kiszolgálni a nézőket, próbáltuk élvezni, meg élményt adni, de nagyon küzdelmes volt, nehéz feladat volt így szegény Tamásnak is, ugye néha-néha kicsit én is keményebb voltam, nagyon oda kellett figyelnünk, de tényleg megérte ezt a küzdelmet, hogyha ez is lesz az utolsó versenyem, akkor jól zártunk. Hát mindig tud újat nyújtani, nagyon sajnálom a tegnapi lakászát, nekem a világosban az kellett volna, hogy még magabiztosabban, tempósabban tudjunk menni. Most meg ugye szerintem most volt a legtöbb ember, még 17-től is többen, de így nem tudtuk őket kiszolgálni, mert megálltak rajtoltatni minket, de hát van egy hosszú váltunk, hát el sem bírunk rajtolni. Így anyum jobban megy a boltba, így rajta, de ezt mindegy, ezt nem értették meg nyilván őket, és elmentek, de egy is nagyon jó volt, mert összezártak, hát annyi videónk van, én nem is tudom, sziréna, stílfűrész, hát annyi minden van a hátizsákjukban, hogy ez hihetetlen. Nem is tudom, hova kezdjem az elején. Hát igen, gyors volt minden. A szervezés, az intézkedés maga ugye a versenynek a lebonyolítása, hogy jöjjünk, ne jöjjünk, de végül is ugye itt vagyunk. Hát tényleg, ahogy mondod, belecsöppentem a közepébe. Dudi ütött vágott, mint a lovat. Úgyhogy, hát ahogy beszéltük, egész sikerült fennkezdenem ezt a rallis dolgot. Nagyon kemény napok voltak, meg vannak mögöttünk, de élveztük. Nagyon jó volt minden. Voltak pici akadályok benne, de azt a fiúk és meg mi is ugye megoldottuk. Természetesen voltam a legenden, versenyzőként még nem. 2019-ben voltam a barátaimmal egy csapattal. Hát fantasztikus élmény volt. Az X-nap nem volt még ilyen berészem, tehát azóta is csak szuperlatívosztokban tudok róla beszélni. Hát versenyzőként teljesen másabb. Ugye itt másabb megélni, látja az ember a fantasztikus szurkolótábort, ugye az olaszokat, a magyarokat. Eszméletlen érzés, hidegrázós, hátborzongatós. De ugye a kocsiban, amikor a versenykörülmény van, akkor az másképp kell megélni. Ugye oda kell koncentrálni, ezáltal ugye a kinti dolgok egy picit ugye kizáródnak.